Tinder, Badoo, Bumble, ezek a társkereső appok mind az örök szerelmet ígérik neked, legalábbis a felszínen. A valóságban viszont egy hazugság húzódik meg a színfalak mögött, sőt, lehet, hogy igazából azt szeretnék, hogy örökre szingli maradj. Ki ne szeretne egy tökéletes világban élni, ahol minden non-stop elérhető, ingyen van, és még a lakásból sem kell kimozdulni azért, hogy teljesüljenek a vágyaink. Pont ezt a világot ígérik a randi alkalmazások. Bármikor megnyithatjuk őket, és úgy találhatjuk meg a nagyőt, hogy az csak pár új mozdulatunkba kerül. De azért nem pont így néz ki a valóság. Láthatjuk, hogy a legtöbb esetben inkább csalódásokkal jár a tinderezés, de semmiképp sem happy enddel. Mi lehet az oka vajon annak, hogy az elméletileg társkeresésre kifejlesztett appok egyáltalán nem hozzák az elvárásokat? Valószínűleg az lehet a háttérben, hogy ezek az alkalmazások valójában nem azokat a célokat szolgálják, mint amit elsőre elvárnánk tőlük. Senkinek sem mondok újat azzal, hogy az appokra rá lehet függni, de nem csak a közösségi média és a mikrotranzakciókkal telepakolt játékok akarják ezt elérni. A nap végén mindennek az a célja, hogy a lehető legtöbbet használd, és ezért a társkereső appok is agyunk neurokémiai működésére próbálnak hatni. Nagyon is sikeresen. Az elsődleges feladatuk az, hogy a felvonultatott kínálattal felkeltsék az érdeklődésünket és beindítsák a fantáziánkat, hogy vágyódást keltsenek. Csak hogy sok esetben ennyiben meg is áll a dolog. Minél többet fantáziáljunk, és pont. A vágyálmainkban általában minden rózsaszín tejszínhabbal van lefújva. Ha ábrándozol valakiről, akkor nem csak őt, de saját magadat szintén szexinek gondolod, ami nyilván pozitív folyamatokat indít el az agyadban. Az első benyomásra mindig azt hiszed, hogy épp most találtad meg a tökéletes párodat, akivel sosem veszel majd össze, ugyanaz az érdeklődésetek, szuper harmóniában lesztek majd az ágyban is, és a kapcsolatotok ilyen körülmények között örökké fog majd tartani. Ezt a fantáziádat támasztják alá ezek az alkalmazások, és így könnyen függőséget alakíthatnak ki benned, és mindenkiben, aki használja őket. Persze nem ilyen egyszerű a dolog. A társkereső alkalmazások ugyanis nem csak a fantáziádat keltik fel, hanem emellé csábító változatossággal is kecsegtetnek. A sokoldalúságra pedig a testünknek egészen egyszerű, biológiai szempontokból van szüksége. Agyunk jól tudja, hogy az egészségünkhöz változatos ételekre van szükség azért, hogy az összes tápanyag a rendelkezésünkre álljon. Ez a változatosság iránti folyamatos vágyódás az élet nagyon sok területére kihat. Unatkozni senki se szeret, és ez igaz a társkeresésre is. A randi appok ezt a tulajdonságunkat tökéletesen kihasználják, lehetséges partnerek százai közül válogathatunk. Ha valaki nem tetszik, egy balra húzással vagy gomnyomással dobhatjuk a süllyesztőbe, és már azonnal egy új személy felett mondhatunk ítéletet. Tehát fantáziánk befolyásolásával és a változatosság felkínálásával a randi appok alaposan behúznak minket a csőbe. De vajon mindezek ellenére miért nem működik a társkeresés része? Hiszen elvileg pontosan megmondhatjuk, hogy milyen tulajdonságú párt keresünk. Ha például olyan hölgyet szeretnél találni, aki imád túrázni, és azt megjeleníted a profilodban, akkor nyilván elvárod azt, hogy akikkel összeakadsz, tényleg szeressenek kirándulni. Ha ennek ellenére olyan nőktől kapsz visszajelzést, akik túracipőt maximum a Decathlonban láttak, akkor könnyen csalódott lehetsz. A társkeresők a sok látványosan sikertelen párosítás mellett is csábítóak maradnak, mert folyamatosan pozitív, mini megerősítéseket kapunk tőlük. Igazából azzal alakítanak ki a legjobban függőséget, hogy a sok rossz találat közé véletlenszerűen bedobnak egy-egy jót is. Vagy hát dehogy véletlenszerűen, egy zseniális algoritmus számolja ki a tökéletes pillanatot. Na de miért van erre szükség? Az agyunk ki van éhezve a gyakori pozitív visszajelzésekre. Ezt a tényt patkányokon számtalanszor bizonyították már. Egy korai kísérletben egy mókuskerekekkel és más játékokkal felszerelt ketrezbe helyeztek több rágcsálót, akik azt csinálták, amit csak szerettek volna. A kísérletnek fontos eleme volt az ételadagoló, ami csak akkor adta oda az eleséget, ha a patkány megnyomott egy kart. A rágcsálóknak bevett szokásuk lett, hogy 3-4 jutalomfalatot megszereztek, majd mentek a dolgukra. Ezután csavartak egy kicsit a dolgon, és az ételadagolót átállították úgy, hogy véletlenszerűen adjon kaját, vagy épp ne csináljon semmit se. Erre a patkányok viselkedése drasztikusan megváltozott. Már nem voltak biztosak abban, hogy minden gomnyomásra kapnak ételt, ezért állandóan nyomkodták az adagolót. Így már egyszerűen képtelenek voltak abbahagyni, és hányásig zaválták magukat. Hasonló elven működnek a kaszinók nyerőgépei, amik szintén a véletlenszerűség és a pozitív visszacsatolás elvén működnek. A szerencsejátékokat gyártó cégek be tudják azt állítani, hogy a géppel pont olyan valószínűséggel lehessen nyerni, hogy a kaszinó is jól járjon, és a játékos kellő pozitív ingert, élményt kapjon. És hogy jönnek ide a randi appok?
bár nincs meg bennük az az algoritmus, ami a kaszinókat életben tartja, mégis ugyanezen az elven működnek. Amikor a Tinderen jobbra húzol valakit, pont olyan leszel, mint az a kísérleti patkány, aki a jutalomfalatot várva megnyomja a gombot. Nem tudhatod, hogy mi lesz a kimenetele a mozdulatnak. Még az is lehet, hogy épp abban a pillanatban találod meg az igazit. Persze nagyobb az esély arra, hogy az egészből nem lesz semmi, viszont pont a nagy bizonytalanság miatt minden alkalommal egy dopamin és adrenalin löketet kap az agyad, amikor meccselsz. Újra és újra felcsillan a remény, hogy épp azzal akadtál össze, akivel majd teljes tökéletességben élheted le az egész életed. A fantáziát tehát mindig beindul az ilyen esetekben, de ne felejtsük el, hogy az ilyen alkalmazásokat üzemeltető cégek sima, profitorientált vállalkozások. A pénz tehát fontosabb lesz nekik annál, mint hogy mondjuk a Székesfehérváron élő 24 éves Bence megtalálja élete szerelmét. A pénz az adatokból lesz, az adatot pedig a felhasználók platformon eltöltött idejéből tudják kinyerni. Az ilyen cégnek nyilván az a jó, ha lehető legtöbb időt töltöd online, ezt pedig úgy tudják elérni, hogy a fantáziáddal és a pozitív megerősítésekre adott reakcióddal játszadoznak. Ehhez nyilván mesteri algoritmusok kellenek. Hogy pontosan milyen folyamatok vannak a háttérben, az nagyjából annyira titkos, mint a kóla vagy a KFC receptje, de mégis lehet sejteni, hogy húznak csőbe. Valószínűleg nem csak arról van szó, hogy a tartózkodási helyed és a beállított tulajdonságok alapján dobálja fel neked a lehetséges jelölteket. Feltételezhetően a Tinderhez hasonló társkereső appok mindegy olyan szűrést alkalmaznak, ami más, hozzánk hasonló felhasználókkal vesz minket egy kalap alá. De a viselkedésünk, nem pedig az adataink alapján. Legelőször az Amazon fejlesztette ki ezt a webshopoknak mára elterjedt algoritmust. Ennek lényege, hogy ha te egy másik felhasználóval hasonló terméket vásárolsz, akkor nagyobb eséllyel a többi termék is érdekelni fog, amit ő vett. A társkeresők világára lefordítva az alkalmazásban elénk dobott jelöltek a termékek. Az algoritmus azt vizsgálja, hogy a hozzád hasonló tulajdonságokkal rendelkező felhasználók kiket húztak jobbra. Ők nagyobb valószínűséggel jönnek majd be neked is, így a rendszer elsőként őket dobja majd fel neked. Így fordulhat elő az, hogy újra és újra nagyon hasonló személyeket ajánl majd az algoritmus. De ez még semmi. Vannak olyan feltételezések is, hogy az alkalmazások feltérképezik az általad kedvelt személyek arcát és fizikai tulajdonságait, hogy hozzájuk hasonló kinézetű embereket dobálhassanak eléd. És ezek a cégek még ennél jobban is behálóznak téged. Feltérképezhetik a személyes preferenciáidat, például úgy, hogy megfigyelik a csetes beszélgetéseidet. Ha például konditeremben gyúrsz és beszélgetsz erről valakivel, akkor nagyobb eséllyel dob majd fel neked olyan jelölteket, akik szintén edzenek. Az alkalmazás tehát úgy próbál párbaállítani másokkal, hogy lehetőleg az érdeklődéseitek hasonlók legyenek, így nagyobb eséllyel húzol majd jobbra rájuk. Egyesek szerint még arra is léteznek trükkök, hogy miként tudunk mások listáján feljebb kerülni. Például minél többet vagyunk online, annál nagyobb az esélye annak, hogy a rendszer előre sorol minket. A Tinder saját bevallása szerint nem akarja a felhasználók idejét arra pazarolni, hogy inaktív személyek profilját mutogassa. Ezek az appok tehát mindent tudnak rólad, pontosan meg tudják mondani, hogy a nap melyik szakaszában vagy aktív, és hogy a fiókod valós kapcsolatok kialakítására használod-e. És aszerint is próbálnak összemeccselni téged emberekkel, hogy épp aktívak vagytok-e a platformon. De ne felejtsd el, hogy az algoritmus így keresi neked a jó találatokat, eközben szándékosan mutat rosszakat is, hogy véletlenszerűnek érezd a pozitív élményt. Ezt csak tisztázni akartam, hogy ne érezd ellentmondásosnak a 2 perccel ezelőtt elmondottakkal. Na de mennyi pénzt lehet keresni ezekkel az alkalmazásokkal? Igazából, mivel sok millió felhasználó adatairól van szó, rengeteget. Ezek az alkalmazások évente mindegy 11,7 milliárd fonttal, vagyis mintegy 5600 milliárd forinttal lendítik előre csak az Egyesült Királyság gazdaságát. A globális bevétel elérheti a 8400 milliárd forintot is. 2022 és 2023 között 9,2%-kal bővült a piac. Előrejelzések szerint a mesterséges intelligencia és a mobil alkalmazások népszerűségének növekedése miatt a következő 10 éven belül még hasonló növekedés várható, és ez nagyon durva növekedésnek számít egy iparágban. Az autóipar például évi 5%-ot sem tud nőni, a randiapok pedig a 10-et súrolják alulról. Na és miből jön a pénz? Elsősorban nem reklámok elhelyezésével tudnak igazán nagyot akasztani, az igazi bevételi forrást a szolgáltatások fizetőssé tétele jelenti. Ezen a téren éppen komoly előrelépés történik, és a társkereső piac összes bevételének akár 65%-a is jöhet előfizetéses rendszerekből. Az online párkeresés zászlós hajója a Tinder jelenleg 75 millió aktív felhasználóval őrült méretű szeletet hasít ki a randizás tortájából.
kezdetben egy alkalmi partnerkereső appnak indult, amiben jobbra-balra kellett húzkodni a jelölteket. De mára kijelenthetjük, hogy forradalmasították a párkeresést, és a legnagyobb online húspiacán nőtték ki magukat. A dobogó második és harmadik fokára a 60 millió aktív felhasználóval rendelkező Badoo és a 20 milliós felhasználóbázisú Bumble került. Ez a két app egyébként már egymás konkurenciájának tűnik, valójában egy cég, a Magic Lab tulajdonában vannak. Az előfizetéses társkeresők előretörése nem véletlen, az egész egy nagyon népszerű modellen, a freemium modellen alapszik. A felhasználók alap esetben egy forintot sem fizetnek a szolgáltatásért, igazából az applikáció ingyenes része már kellően izgalmas ahhoz, hogy mindenféle előfizetés nélkül használni lehessen. Ezzel jó nagy felhasználói bázist tudnak építeni, így még nagyobb a választék, és elméletileg még nagyobb az esély arra, hogy megtaláld a párod. Csak hogy meglehetősen fontos funkciókat fizetőssé tesznek, így pénzt kell befizetned a korlátlan jobbra vagy balra húzásokért, a fejlett szűrési lehetőségekért, vagy azért, hogy lásd az online randi partnered elolvasta-e a szerelmi vallomást, amit küldtél neki cseten. Nagyjából olyan ez, mintha egy éttermet azzal reklámoznának, hogy ingyen van a hamburger. Aha, a buci és a hús. Aztán amikor beülsz, kiderül, hogy a salátáért, a ketchupért, a sajtért és az uborkáért, vagy akár még a tányérért is fizetned kell. Amikor erre rájössz, már úgyis mindegy, mivel bent ülsz az étteremben, előtted van a hambi, ami bár önmagában is ehető, azért mégiscsak salátával, sajttal és szószokkal az igazi. Pont így működnek a társkeresők is, az ingyenesség ígéretével letetik be az ártatlan felhasználókat, és miután horogra akadtak, plusz funkciók fizetőssé tételével, egyszerűen kipecázzák a pénzüket. És hogy tudnak ezek a cégek még több pénzt kifacsarni belőled? Azzal, hogy havi előfizetéshez kötik ezeket a plusz funkciókat, nem egyszeri vásárláshoz. Ezzel hosszú távon kötelezed el magad mellettük, így ők biztos pénzforráshoz jutnak, te pedig elméletben a tökéletes párod megtalálásába fektetsz be. Nem nagy összeget, egy abszolút elviselhető, apróbb havi összeget. Ez a pénzszerzési módszer jó egyensúly teremt a cég nyereségessége és a számodra adott plusz érték között. Az éttermes példánál maradva, ez olyan, mint a hamburger bérletet vennél. Elméletben te is jól jársz, mert biztosan tudod, hogy lesz mit enned, az étterem pedig szintén nagyon boldog, mert fix bevételt szerez. Fontos lehet az is, hogy ne csak azt érezd, hogy plusz funkciókat használhatsz, hanem azt is, hogy egy elitkör tagja lettél. Azaz, fontos előnyöket élvezel a párkeresésben a veled versengő többi férfival és nővel szemben. A másik fontos bevételi forrás a VIP-tagság. Ha még többet fizetsz, része lehetsz ennek az exkluzív élménynek. Ez pedig olyan prémium funkciókkal jár, mint hogy még fejlettebb párkereső algoritmust próbálhatsz ki, vagy külön a VIP-tagoknak szervezett eseményeken vehetsz részt. Az így megkülönböztetett felhasználók nyilván kiváltságosnak érezhetik magukat, de közben a többieknél nagyobb mennyiségű pénzt adnak a cégnek. A randi appok alfáján például a Tinder Plus vagy Gold csomagokra fizethetsz be, ahol korlátlan válogatási lehetőséget kapsz és extra vonzalmat kifejező szuperlájkokat osztogathatsz. A Tinder ezek mellett további alkalmazáson belüli vásárlásokra buzdítja még a felhasználókat. Lehetőség van például arra, hogyha korábban balra húztál valakit, akkor később még megváltoztasd a döntésed. Ezekkel és a reklámokkal együtt egy igazán hatékony üzleti modellt sikerült megalkotniuk. De az élbolyba tartozó, a kezdeményezés jogát a nőknek adó Bumble is ügyesen ad el plusz szolgáltatásokat. Például ha fizetsz nekik, akkor az alapból 24 órában limitált válaszadási időt eltörlik, és akkor válaszolhatsz az üzenetekre, amikor csak szeretnél. Ezekkel a plusz funkciókkal a társkeresés élményét teszik számodra még kényelmesebbé. Tegyük hozzá, ők építették be a kényelmetlenségeket, de a modern világunkban még mindig ez tűnik az egyszerűbb és persze olcsóbb megoldásnak, ahelyett, hogy mondjuk szórakozó helyeken ismerkednél, vagy élő társkereső eseményekre járnál. De mire mennek azzal a cégek, ha csak a társkeresés élménye tűnik jónak, viszont a felhasználók valójában nem találják meg az igaz szerelmet? Nos, bármennyire is furcsának hangzik, az ő céljuk valójában ez. Egyáltalán nem szeretnék, hogy komolyabban megismerkedj valakivel, mert az alapesetben azt jelenteni, hogy abba hagyod az alkalmazás használatát és így a pénztermelést is. Sőt, ilyenkor nem csak te, hanem remélhetőleg a párod is letörli majd a telefonjáról az applikációt, így a cég, ha úgy vesszük, egyszerre két ügyfelet veszít. Ez az ellentmondás a társkereső applikációk nagy paradoxonja. A feladatuk elvileg az, hogy összehozzák a szerelmeseket, azonban ha ebben tényleg sikeresek, akkor örökre elveszíthetik az ügyfeleiket. Mondjuk ki, az az érdekük, hogy szingli maradj, de közben ráfüggj az apra, és magát a társkeresést élvezd. Az algoritmusok által kínált sikertelen társkeresést. Felmerül tehát a kérdés, lehet, hogy a Tinder mégsem egy társkereső, hanem csak egy szimpla, pénztermelő gépezet.
még ha ez részben igaz is, szerencsére ellensúlyozza vagy ellensúlyozná ezt a hatást a piaci verseny. Ha a felhasználók tömegével jönnek rá arra, hogy egy alkalmazás átveri őket, akkor villámgyorsan átpártolnak majd valamelyik versenytárshoz. Így járt a Tinder is, amikor veszített a teljesítményéből, felhasználók tömegei mentek át a konkurens Bumble-re. Majd onnan szintén megindult a népvándorlás például a Hinge nevű app felé, amikor az emberek úgy érezték, a Bumble túl kapsi lett. De a csúcsragadozó randi appok egyeduralmát még így sem egyszerű megtörni. Ebben a Tinder tulajdonosa a Match Group monopolisztikus nyomulása sem segít. Ez a cégcsoport állandóan felvásárolja a riválisokat, például a Hinge-et is, ezzel pedig sokat ártanak a szabadpiaci versenynek. Nyilván ezt ők egészen máshogy látják, és kommunikációjuk szerint a társkereső appok paradoxonja is csak kamu. Szerintük tökéletesen betöltik azt a feladatukat, hogy a felhasználókat párba állítsák. Azt mondják, hogy az ő algoritmusaikat, ellenben a versenytársakéval, nem a pénz érdekli elsősorban. Ezt elmondásuk szerint megerősíti, hogy naponta kapnak esküvői meghívókat, és az applikációkban lángra kapott szerelmi történetekkel van tele a fél internet. Ezzel szemben egyre több szingli és párkereső érzi úgy, hogy elértük az online társkeresés sötét korát. Gondolj bele, ha nincs új app, nincs verseny, hanem mindenki egyformán a felhasználók pénzére pályázik, háttérbe tolva a sikeres pártalálást, akkor igazából nincs kiút a rossz rendszerből. A paradoxon feloldaná az egészséges verseny, de hát ha az nincs, akkor a sikeres társkeresésnek is befellegzett. Hol lehet az igazság? Szó sincs róla, hogy a Tinderen ne lehetne pártalálni, viszont az is igaz, hogy ennek az esélye meglehetősen kicsi, és a paradoxon miatt nem feltétlenül ez az érdeke a cégnek sem. Egy egészen más megközelítéssel talán közelebb kerülnénk a szolgáltatás valódi céljához. A randi a paradoxon feloldható lenne egy teljesen új üzleti modellel. Abban az esetben például, ha az alkalmazás csak akkor kapná meg a felhasználó által befizetett pénzt, ha valóban sikerül párt találnia, feloldható lenne ez az ellentmondás. Mit gondolsz, jobban működne egy ilyen modell? A randi appok tehát nem az örök szerelemre törekednek, sokkal inkább arra, hogy minél tovább maradj a húzogató szórakoztatóipar fogságában. Mert miért engednék el a kezed, ha jó pénzt keresnek rajtad? Amíg ez a modell nem változik, jobb, ha senkit sem húzol jobbra, ha csak az álmaidban egy tökéletes esküvő helyett nem bankkártyás fizetések szerepelnek. Amíg ezek az appok így keresnek pénzt, mindenki jobban jár, ha inkább letörli őket. És ha már appok, amik függővé tesznek, tudod, hogy alakít ki függőséget a pornó? Megdöbbentő, hányféleképpen alakítja át agyunk működését. Ha érdekel a pornóipar sokkoló hatása az életedre, kattints a képernyőn látható videóra. Örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük a támogatást minden csatornatagnak.